A megszokás biztonságában lustálkodik Iceboy és Hópihe, a Nyíregyházi Állatpark fehér tigris párja. Látszólag az sem zavarja őket, hogy új szomszédokat kaptak, hiszen a mellettük lévő kifutóba három fiatal tigris költözött, amelyek Portugáliából érkeztek Nyíregyházára. Az egyéves nagymacskák meglehetősen pajkosak. Talán fiatal koruk, vagy a szokatlan a hely, esetleg a déli vérmérséklet teszi, hogy idegesen járkálnak a kifutóban, és egymással is gyakran összeszólalkoznak. Egyelőre karanténban vannak, a két kifutót lezárt folyosó köti össze, ezen keresztül szokja egymást az öt is. Valószínűleg egy hónap kell ahhoz, hogy a szomszédok összeköltözhessenek. Iceboyra tehát a nyolc éves himre ragyogó jövő vár, véget érnek az unalmas hétköznapjai, hiszen meglévő élettársa mellé két fiatal nőstényt kap, így valóságos háremet tarthat majd. Törvényi jogszabályok írják elő, hogy milyen külső, milyen belső kifutók szükségesek például a tigris fajoknak is, mi ennek mindig a többszörösét szoktuk teljesíteni, hiszen hatalmas terület áll rendelkezésünkre, éppen ezért ajánlotta fel a Lisszaboni Állatkert az állatokat, amiben majd a későbbiek során vissza fogunk adni kölyköket. A három testvér közül tehát csak kettő marad Nyíregyházán. A hím fehér tigrisnek új helyet keres az állatpark. Magyarországon egyébként csak Nyíregyházán élnek fehér tigrisek, és a világon is mindössze 245 él az öt nyíregyházi nagymacskán kívül a veszélyeztetett fajból.